Teljesen ellepték a migránsok a francia határ mellett fekvő olasz kisvárost, Ventimigliát, emiatt a helyiek szerint egyre rosszabbak az állapotok. A francia hatóságok ugyanis szigorúan visszaküldik a papírok nélkül érkező bevándorlókat, akik ezért az olasz oldalon várják meg az embercsempészek segítségét. Szabadon jönnek-mennek az olasz határmenti városban, Ventimigliában a migránsok. A megfelelő pillanatra várnak, hogy átjussanak a francia határon és tovább folytassák útjukat az Egyesült Királyság vagy Nyugat-Európa más országai felé. Naponta százával toloncolnak vissza migránsokat a francia hatóságok, Ventimigliában most is rengeteg illegális bevándorló tartózkodik. Utoljára 2017-ben volt hasonló migrációs nyomás a városon. A helyzet nehéz, a segélyszervezetek nem győzik ellátni az érkezőket, mondta egy humanitárius szervezet munkatársa. Egyre több a szemét a városban, erre panaszkodnak a helybéliek. Kapnak a segélyszervezetektől ruhát, de ami addig rajtuk volt, azt eldobják a városban. Ráadásul szemetelnek mindenütt, eldobják az utcákon a csikkeket, panaszkodik egy férfi. A város polgármestere azt mondta, nem tudnak mit kezdeni a folyamatosan érkező illegális bevándorlókkal, és azokkal sem, akiket a francia hatóságok visszatoloncolnak a határ túloldaláról. Az itt élők rendkívül módon szenvednek attól, hogy a város lényegében megszállták a migránsok. Fokozott katonai és rendőri jelenlétet követelünk, nyilatkozta Ventimiglia polgármestere hozzátéve, Lampedusa-ról érkezik a legtöbb illegális bevándorló. Az olasz hatóságok szerint a migránsok 4-5 napig maradnak a városban, addig, amíg az embercsempészek át nem viszik őket a határon. De ez egyre nehezebb, Franciaország ugyanis drákói szigorral csap le a migránsokat szállítókra. A két ország viszonyára a francia visszatoloncolások az utóbbi időben rányomták a bélyegüket. Egyelőre Párizs és Róma is a megoldáson dolgozik. Olaszország meg akarja állítani az Afrikából jövő illegális migrációt. Ezt mondta Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök csütörtökön Granadában az EU csúcsértekezletén. Mint fogalmazott, ez az egyetlen módja, hogy megállítsák az Európát elárasztó migránsokat. Olaszország azt javasolja, hogy ahelyett, hogy a migránsok szétosztásáról vitázna az Európai Unió, arról kellene döntést hoznia, hogyan lehetne teljesen megállítani az Európába irányuló illegális bevándorlást, fogalmazott az olasz miniszterelnök. Lampedusa az első állomás, ahol az Afrikából érkezők elérik az Európai Uniót. Az elmúlt hónapban eddig nem tapasztalt méreteket öltött, a migránsok érkezése minden korábbi rekordot megdöntöttek. Idén már 130 ezeren érkeztek, nagy részük azonnal tovább indul az olasz-francia határ felé. Emmanuel Macron francia elnök pedig úgy fogalmazott, amikor a migránsok megérkeznek Európába, már elkésett minden intézkedés. Olaszországgal és más uniós országokkal abban értünk egyet, hogy az embercsempész bandákat fel kell számolni. Ezt úgy tudnánk elérni, ha Európán kívül történne a migránsok regisztrálása, ebben az esetben az embercsempészekre is hatékonyabban lehetne lecsapni, és automatikus lenne azok kiutasítása, akik illegálisan érkeznek Európába. Olaszországgal együttműködünk, hogy minél gyorsabban megállapítható legyen, ki a valódi menekült és ki nem az. Utóbbiakat azon vissza kell toloncolni oda, ahonnan jöttek. Ebben a folyamatban kellene egész Európának részt vennie, fogalmazott a francia államfő. A francia belügyminiszter nemrég bejelentette, Franciaország nem fogad be egyetlen migráns sem, akik Lampedusán érték el az Európai Uniót. Felajánlotta Rómának a diplomáciai segítséget, hogy kitoloncolhassák az illegális bevándorlókat Olaszországból, de Gérald Darmanin úgy fogalmazott, a Lampedusára érkezők döntő többsége nem üldöztetés miatt hagyja el otthonát, ezért nem is kaphatnak menekült státuszt Európában.